Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Dekvator Marsz vagyok, és itt vagyunk a Morfight folytatásán. A játék már nem kevés frissítést kapott. Jóformán 2 naponta kijön hozzá egy frissítés. Úgy látom, hogy most ez a legújabb frissítés, ez marha jó, mert éppenséggel el sem indul a játék nekem. Vagy mégis? Vagy mégse. Eddig is eléggé instabil volt, főleg ha gameplay videót csináltam. Gondolkodás nélkül kilépett a legérdekesebb pillanatokban. De most úgy látom, hogy ez nem történt meg. Akkor irány az űr. Miért mindig ugyanúgy kezdi? Nem tudom, ezt kihagyhatná úgy, ahogy van. Tehát ezt egyszer megnézzük, oké, rendben, tudomásul vettük, aztán kész. Többet engem ne fárasszon ezzel. De mindegy, ez legyen a legkisebb gondunk. Na, üzemanyag maximumon van, térképet megnézzük. Most. Aha. Vándorolunk, hát folytatjuk tovább a vándorlásunkat. Minél messzebb, amennyire tudunk. Oda már alacsony az üzemanyag, ugye még el tudunk menni. Hát melyiket szeressem? Gesivus szisztemet, vagy rendszert, vagy a Kigugul rendszert? Legyen a Kigugul, Kigugul rendszer. Na irány! Lássuk. Mi lesz ebből? Menjünk el tankolni megint elsőként. Ez a legfontosabb szerintem, hogyha megyünk, akkor mehessünk. Annyi pénz van, az nem tudom mennyi van. De hát reméljük, hogy ezért csak csúran cseppen abba a tankba. Jó. Most eladunk. 171-ünk van, nagyon nem kell akkor eladogatni semmit. Jaj ne, nem tankoltam föl. Akkor még egyszer. Csillagtérkép. És menjünk a bázisra. Az űrbázisra. Na. A Kigugul állomásra megérkeztünk. Na refuel, tankolás. Jó, meg is van. Ezt akartam. Az előbb kicsit túl bonyolizáltam a dolgot ezzel adásvétellel. De milyen a bolygó? Nézzük. Hát, 711 fokkal. Sajnos a védőruhánk nem fogja kibírni. Úgyhogy nem oda megyünk. Úgyhogy mehetünk tovább. Még tovább az ismeretlenbe. Hát már nincs elég üzemanyag, édes nincs. Hát, nem kevés üzemanyagunk van most. Ez egy elég nagy csillagnak tűnik, menjünk ide inkább. Itt van 2 bolygó. Úgy látom, hogy ez egy ideális bolygó, ez viszont, úristen, 1500 fokkal. Hát igen, az kicsikét meleg. Először gyöngyünk tankolunk, ha menekülünk, akkor meneküljünk. De akkor kelljen még ilyen űrállomást keresgélni. És ha megtankoltuk magunkat, akkor leszállunk erre a bolygóra, és meglátjuk, hogy mi lesz itt a tuti. Mit tartogat számunkra ez a bolygó? Na, gyerünk! Itt mínusz 66 fok van, de ezt a védőruha bírja. Úgyhogy mehetünk is. Milyen szép kék csillag ez.
hívó bolygó. Fantasztikus. Izgatottan várjuk a fejleményeket. Hogy mi lesz itt velünk. Na már meg is érkezünk. Itt is vagyunk. Na gyerünk. Lássuk, lássuk, mi lesz itt. Szkennel. Az nem tudom mi. De azt beszkenneljük. Nagyon jó. A kis virágot beszkenneltük. Hú, azt tudja, hogy ez resource lesz. Úgyhogy itt bizony van itt minden. Ez egy nagyon csendes, kihalt, kietlen bolygó. Viszont tök jó. Na ott az első élőlény. Egy újabb strutszerű valami. Na ha jól látom, akkor kicsit eltérő a másik strutszunktól. Hát viszont sajnos elég egy kicsit csak. Ez egy picit gond. Mindegy, beszkenneltük őt is. A kérdés inkább az, hogy melyiket szeretnénk jobban. Ismétlődő lényeket, más univerzum, más légkörében élő lények mégis ugyanúgy néznek ki, vagy pedig irreálisan az evolúciónak teljesen ellentmondó lényeket szeretnétek látni, mivel az egyik játékban ilyen van, a másikban meg olyan. Ha valakinek esetleg meg kéne említenem, akkor a No Man's Sky-ról beszélek. Ami egy-két apró kivétellel nagyon hasonlít erre a játékra, vagy inkább ez arra. De a lényegen igazából nem változtat. Hogy hasonlít rá. Hát ez egy elég muncsi bolygó, ahogy én ezt így látom. Itt nem nagyon tudunk mit csinálni. De megnézem a térképet is, hát ha van valami kis trükk. Aha, mintha lenne egy átjáró. Na gyerünk, ezt meg is nézzük gyorsan, ezt az átjárót. Szerencsénk lesz, és valami titkos helyre jutunk. Hoppá! Egy erőforrás, vagyis nyersanyag. Na, sziasztok! Megállt a játék! De miért? Jó. Megy tovább. Jó, de megijedtem, egy pillanatra megállítottam. Oké. Itt van nem sokára az átjárónk. Gyerünk. Akkor át is járunk ott. Nézd csak. Ez az. Ez lesz az. Wow. Hú, itt még épületek is van, vagy van épületszerű valami? Talán nem intelligens életformára utaló jeleket veszünk észre a bolygó felszínén. Hát bizony, de ez mesterséges képződmény, nem természetes. Ebbe biztos vagyok. Ezt a nuavuaiak csinálták. Abba biztos vagyok. Hát, hogy nem ezek a kacsák, az is biztos. Na gyerünk! Stukker elő! Gyűjtsük az energiát. Jó. Ezen nem lehet valamit csinálni?
ez? Kérem! Az egy kard! Hogy kell fölvenni? Így? Hát nem így. De miért nem? Én akarom azt a kardot! A francba! És miért nem lehet fölvenni? Beaconnel-e? Landable ground. Ja, hogy ez ide küldi az űrhajómat? Ne csináld! Na végre rájöttem, akkor lehet erre, hogy ez mit tud. Not landable ground, nem lehet. Nem lehet leszállni. De nekem kell az a kard! Hogy kell fölvenni? Aha, előbb kiírta, hogy sword. Aha, aha, aha. Nem áll, és ez komoly. Így kell szenvedni vele. Szerintem megint kiírta. Jó, pika! Nehéz szülés volt, de itt a bicska. Jó, ártatlan lényeket nem bántunk. Viszont másokat annál inkább. Nézzük a térképet, merre? Merre van az arra? Na, és oda hogy lehet átmenni? Hm? Ezt mondja meg nekem valaki. Jó. Hú, de gagyin vág. Ez mind a vágás? Egy kis lendületet belevihetné, barátom. Na, szervusztok! Folytatás következik, amint beindul a játék. Amint elindítom a game... Aha! Jók vagyunk. Na, gyerünk! Olyan izgatott vagyok, hogy most mit hova. Azt. Oda valahogy föl kéne jutni, nem? Na, csak attól félek, hogy én ide lejutok, és vissza én már nem megyek. Az Hozier. Ez még hagyján, de szerintem megsérül a karakter is ilyen nagy eséstől. És ezt a jó kardot nem akarok most bukni, mert ez nagyon jó ez a kard. Ez a legjobb kard. Igen, struc. Kockáztassuk meg. Ó, kockáztassuk meg, kit érdekel. Semmi baja. Biztos ilyen a védőruhánk. Na, gyerünk. Jaj, bocsi, csak a nyikorgós székemen ülök. És hát ez bizony nyikorog. Na, vajon ezzel is szét lehet állni? Hát ez az. De. Kacsákat nem bántjuk. Az erőforrásokat, amiket lehet, azokat viszont szépen összeszedjük. Ezek békés kacsák, ezeket nem bántjuk. Nagyon jó. Meg kéne nézni, hogy ide lehet-e békönölni, ez eléggé. Szerintem ez landscape hely. Mindjárt megnézzük. Beacon? És a kardot csak így eldobja? Ez nem túl jó. És nem lehet. Na, akkor itt is vagyunk. Mindjárt beindul a gépezet. Mondom, mindjárt beindul a gépezet. Hé! Ja, hogy már rég beindult. Csak nem mozog semmi. Na, sword. Pick up. Nekem azt tetszik ez a kard, úgyhogy én ezt megpróbálom elbugázni. Térkép. Hú, még oda el kéne nézni az a kis lukakba. Ami pont mögöttem van, ha jól látom. Így van. Pontosan. Ne gyerünk. Akkor irány arra. Ez egy egész nagy bolygó, idézőjelben természetesen. Itt egy egész nagy területet bejárhatunk. Igaz, hogy semmi nincsen. De hát mit várunk egy kietlen bolygótól? Asztal, ez mi? Ki kell nyitni? Ha.
Gondolom nem így. De lehet esni? Nem, itt üveg van. De nem lehet letörni. De szerintem ki lehet nyitni, csak el kell dobni a kardot. Nézzük csak. Glass opening. Jó. Semmi gond. Van még ötletünk. Haha, jó. Kardot visszavesszük. Oké, kardom megvan. Na gyerünk. Hát remélem nem fogunk belehalni. Úristen. Hova jutottunk mi? És komolyan ez a kard, ez tényleg nem jó? Aha, de jó van. Öt pénzt kaptunk. Újabb fura növény. Ezt kenneljük be ezt a fura növényt, mert ez nagyon fura. Viszont kb. A kardot nem lehet elrakni a tatyomba. Mert itt sajnos mindig csak szenvedés van belőle, ha fel akarjuk venni. De végre találtam valami új fegyvert, úgyhogy tökre örülök neki. Azt nem lehet beszkennelni a kardot. Hát ez... Amatőr! Na gyerünk! Ez vajon egy teleport kapu lesz? Az bizony. És a hajóhoz visszadobott minket? Nem. Csak itt is van egy teleport. Ja, ez itt volt pont mellette, de jó. Na, akkor menjünk tovább. Ugye? Arra nem tudunk menni. Igen, erre sem nagyon. Nézzük meg hát, ha van itt valami. Aha, semmi. Jó. És volt még egy ilyen kis beállós rész. Ha jól emlékszem, akkor itt balra volt. Nem biztos. Csak az az egy volt? Miért emlékeztem én kettőre? Jó. Viszont ott már össze is van kötve, és vissza is tudunk menni elvileg. A bolygóhoz, na gyerünk! A bolygóhoz. A kis Space Shuttle-hoz. Szerintem erre kell fölfele menni. Hiszen lehet, hogy nem. Á, biztos, hogy nem. És akkor kicsit balra kell menni. Erre fel, hát erre nincs semmi. Arra. Na majd már világos. Így már minden világos. Na gyerünk. Kicsit ráparáztam itt, hogy nem fog visszajutni a hajóhoz. Viszont az a kard azért jó, mert legalább nem fogy először addig. Amíg ezzel operálok. Jó. Jó irányba megyünk, mert megint olyan, mint hogyha nagy semmibe mennénk. Igen, ez a nagy semmi. Megint változott egy picit itt a bolygó. Na jó, akkor viszont most balra. Nem, egyenesen, így van. Jó irányba megyünk. Egy új ismeretlen részhez. Gyerünk. Futólépésben kell ezt most elérnünk. Újabb fura növény. Újabb teleport kapu. Ami úgy látom, hogy nem működik. És hol a kard? Elhagytam a kardot? Felett tönkre ment. Jó, ez viszont nem akar működni. Teleport kapu nem működik. Jó, akkor itt semmi nincs. Hát ez nem olyan jó, de mindegy. Akkor megyünk vissza. Most már itt lenne az ideje visszajutni a hajónkhoz.
reméljük a legjobbakat. Reméljük a legjobbakat, hogy sikerül. Sikerül visszajutnunk. Szóval nagyon nem erre mutatja a térkép. Aha. Aha. Akkor végül is itt. Lehet, hogy ezt csak meg kell kerülnünk, ezt a hegyet. Hát bízunk benne. Van egy ilyen érzés, ami marha rossz irányba megyek. Hát, ki tudja, lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Hát ez egy érdekes kis bolygó volt. Élővilág az nem sok. De találtunk egy érdekes kardot, ami nem tartott sokáig. Meg érdekes kis helyeket. Ami még egy kis pénzt is tudtunk begyűjteni. Hát jó van. Nem rossz. Nem rossz. De nem is olyan jó. Ne gyerünk. Irány vissza az űrhajó. Nem nyílik ki. Ja, hogy az a hát oldala. Gyerünk. Így van. Mehetünk is vissza. Hát ez ennyi volt, uraim és hölgyeim. Visszatértünk az űrhajónkhoz, ahol megyünk tovább. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!